Elindulhat a kályhák roncs programja a Tavasz folyamán, jelentette be a környezetvédelmi miniszter. fékét szerint azért kell minél hamarabb elindítani a programot, hogy a következő télen az igénylők már használhassák a takarékosabb fűtési eszközöket. Tavasszal indul a Kályhák Roncs programja, közöltem Mircea fékét, környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint igyekeznek minél hamarabb elindítani a programot, hogy az igénylők a következő télen már korszerű, környezetkímélő eszközökkel melegedhessenek. A program jó irányba halad, valószínűleg néhány napon belül sikerül központosítani minden információt, és én azt mondom, hogy tavasszal el tudjuk indítani ezt a programot. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy egy telefonos alkalmazást is kifogunk fejleszteni erre a célra. A tárcavezető január közepén jelentette be, hogy kísérleti jelleggel, 500 millió lejes költségvetéssel beindítják a KH roncs programját. A pályázók legtöbb tízezer lejes támogatást igényelhetnek, annak érdekében, hogy a régi fűtőberendezést újra korszerűbbre cserélhessék. Azt is hozzátette, hogy a támogatással megvásárolt berendezésnek a teljesítménye 8 és 35 kW közöttinek kell lennie, szerinte ez akár egy 200 négyzetméteres, jól szigetelt lakás kimelegítésére is elegendő.